Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Karácsonyi csomagok időseknek. Péntekig kitolták a jelentkezési határidőt Szekszárdon. 13 migránst fogtak, napkollektornak ütközött a rendőrök elől menekülő embercsempész. Motoros Mikulások Pakson, örömet szereznek és adományt gyűjtenek. Pályaorientációs nap, a továbbtanulásban segíti diákjait a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Péntekig ismét jelentkezhetnek Szekszárdon a 62 évnél idősebb helyiek az önkormányzat karácsonyi ajándékcsomagjaiért. Eddig ezt már több mint 4500-an tették meg, de a város vezetése azt mondja, sokan próbálkoztak az első határidő lejártát követően is, ezért döntöttek a dátum kitolása mellett. Rögtön az első napon hétfőn vett át az önkormányzat karácsonyi csomagját Lajkó Ferenc Balázs. Az első között érkezett 83 éves férfi azt mondja, minden évben él a város által felajánlott lehetőséggel. Az időseknek ez nagyon-nagyon szükséges. Én is 83 éves vagyok, ez nekem egy öröm, egy karácsonyi ajándék. A Tolnai megyeszéken jövő hét keddig vehetik át az ajándékokat azok a 62 évnél idősebb helyiek, akik előzetesen regisztráltak. A polgármesteri hivatal munkatársai az egykori Szekszárd szálló épületének földszintjén várják őket. Eddig már 4500-an jelentkeztek, de a megyei jogú város vezetése úgy döntött, meghosszabbítják a lehetőséget, hogy minél több szépkorú kaphasson karácsonyi ajándékot. Még 10-éig, péntekig megtehetik. Úgyhogy buzdítunk mindenkit, hogy jelentkezzenek, és várjuk a jelentkezéseket. Ha ez a jelentkezés lezárult, akkor ők a pótnapokon vehetik át a csomagjukat, december 15-én és 16-án. A csomagokat személyesen iratok felmutatásával lehet átvenni, de ha valaki nem tud elmenni a helyszínre, akkor ezt rábízhatja a meghatalmazással ellátott ismerősére vagy rokonára is. A meghatalmazás az egy normális szabvány meghatalmazás, itt nem kell különösebb dolgokra gondolni, de akinél, vagy akinek ez a dolog ismeretlen, a holnapon fent van egy minta, azt kell kitölteni és minden további nélkül, akkor az ott előírtaknak megfelelően működik a dolog és meg fogják kapni a csomagot. A szekszárdi önkormányzat ajándékai között idén tartós élelmiszerek és édesség is van. 4311 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.161.879 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 224, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 35.835 főre emelkedett. 7568 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 618-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.163.000-en kaptak. Tolna megyében 129 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta 24.276 főre nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Egy bolgár és egy magyar embercsempészt és összesen 13 illegális migránst fogtak el kedden a Tolna megyei rendőrök. Az egyik igazoltatásból üldözés lett. A menekülő sofőrt az M6-os autópálya paksi pihenőhelyénél kapták el, ahol neki ütközött egy napkollektornak. Alig 12 óra leforgása alatt 13 illegális migránst és két embercsempészt fogtak a Tolna megyei rendőrök. December 6-án délután lakossági bejelentés érkezett, hogy egy férfi az M6-os autópálya mellett sétál. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a férfi egy afgán menekült. Az egyenruhások december 7-én éjjel 1:30-kor az M9-es autóúton próbáltak egy szerb rendszámú gépkocsit ellenőrizni. Az autó vezetője a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, továbbhajtott. Kollégáim azonnal az autó vezetője, valamint az autó után indultak, és az M6-os autópálya 108-as kilométer szelvényében a paksi pihenő helynél sikerült az autót megállítani. A jármű vezetője a menekülés közben nekihajtott egy napelem kollektornak is a pihenőhelyen. A görög iratokkal rendelkező bolgár sofőr meg is sérült a balesetben. Az autójában 8 illegális migráns találtak a rendőrök, akik afgán állampolgárnak vallották magukat. Nem sokkal később reggel 6 óra körül újabb embercsempészt fogtak az egyenruhások az M9-es autóúton.
Kollégáim egy sárga színű magyar rendszámú taxit állítottak meg, amelyben a vezetőn kívül, aki egyébként magyar állampolgár volt, másik 4 személy utazott. Ők mindannyian illegális migránsok, hiszen sem magyarországi tartózkodási sokat, sem személyazonosságukat nem tudták igazolni. A 13 illegális migránst visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A magyar taxist és a bolgár sofőrt pedig előállították, és embercsempészés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ellenük. Az elfogott embercsempészek alapesetben akár 5 év börtönt is kaphatnak, de ha bebizonyosodik, hogy bűnszervezetben dolgoztak, ez a száma 12 évet is elérheti. Az év 48. hetében végzett ellenőrzések azt mutatták ki, hogy továbbra is nagy mennyiségben van jelen a szennyvízben a koronavírus örökítő anyaga. Míg hazánk 20 pontján mértek magas, illetve emelkedett értéket, addig a Tolnai megyeszékhelyen végzett vizsgálati eredmények csak a mérsékelt kategóriába sorolják a térséget. A jó értékek mellett azonban továbbra is kérik a lakosokat, hogy tartsák be a védőintézkedéseket. Motoros Mikulások járták Paks utcáit és intézményeit, ellátogattak a helyi óvodákba, iskolákba és az idősekhez is. Szaloncukrot osztottak a paksi gyerekeknek, emellett a Tolna megyei Balassa János kórház gyermekosztályának is adakoztak. A Paksi Autó és Motorsport Egyesület 2005 óta szervezi meg december 6-án a Motoros Mikulás akcióját. Dudával jelzik a Motoros Mikulások, megérkeztek a Munkácsi úti óvodába Pakson. A gyerekek izgatottan dalolva várták őket. Miután átadták az óvonéninek a gyerekek ajándékát a Mikulások, tovább is indultak, hiszen már várták őket a város többi intézményében is. 12 helyszínre kaptak meghívást. A Napsugár óvoda 5-ös utcai tagovodájában a kapuban állva fogadták őket a gyerekek. A Motoros Mikulások sok szaloncukrot kaptunk. Az apróságok örömmel vették az édességet a piros ruhás fehér szakállútól, akik ezen a napon több mint fél mázsa szaloncukrot vittek a paksi gyerekeknek. Levelet írtunk a Mikulásnak, rajzoltak, Mikulás csizmáját díszítették. Boldogan búcsúztak a gyerekek a nagy szakállútól, abban a reményben jövőre ismét találkoznak. A Paksi Autó és Motorsport Egyesület 2005 óta szervezi meg december 6-án a Motoros Mikulás akcióját. 2022. január 1-től 20%-kal emelkedik a kulturális szférában dolgozók bére, olvasható a kedden megjelent magyar közlönyben. A béremelés érinti az előadó művészeket, a közművelődésben, múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban és művelődési házakban dolgozókat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében úgy fogalmazott, az intézkedés célja, hogy elősegítse az eredményes kulturális feladatellátást és támogassa a kulturális szférában dolgozók pályán tartását. December 11-én visszatérnek az öreg diákok a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium falai közé. Az intézmény ugyanis pályaorientációs napot szervez. Az iskola így szeretné segíteni diákjait a továbbtanulásban. A gyerekek többek között megismerhetik az egyes főiskolai, illetve egyetemi képzéseket, továbbá azt, hogy utóbbi elvégzését követően milyen lehetőségeik lesznek a munkaerőpiacon. Pályaorientációs napra készül a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. A programmal elsősorban a továbbtanulás előtt álló végzős diákoknak szeretnének segíteni. Az eseményen különböző foglalkozásokon, illetve előadásokon vehetnek részt a tanulók, csak nem 20 lehetőség közül választhatnak majd. 2 kell majd kiválasztaniuk, amelyik leginkább érdekli őket, és meghallgatni annak a főként volt diákunknak az előadását, tájékoztatását, akik éppen egyetemen tanulnak, vagy éppen már végeztek, és már valahol dolgoznak, hiszen tőlük nyerhetnek elsősorban első kézből információt.
Illetve a tervek szerint néhány egyetemről is érkeznek olyan előadók, akik bemutatják az adott intézmény képzési kínálatát. Bár a rendezvény a 12-es tanulóknak szól, az alsóbb évfolyamokra is gondoltak a szervezők. Ők még inkább ilyen önismereti, közösségépítő foglalkozáson vesznek részt, ami persze megalapozhatja a pályaválasztást, nekik még nincsenek azért annyira konkrét elképzeléseik, hogy mit szeretnének majd, merre szeretnének tovább tanulni, de ez az iskola pszichológus által szervezett foglalkozás mindenképpen segítheti őket abban, hogy megismerjék saját képességeiket. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium pályorientációs napját december 11-én rendezik meg a délelőtti órákban. 2022. január 1-én megemelkedik a nyugdíjkorhatár Magyarországon. 2014 óta évről évre sávosan emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár hazánkban. Aki 1952. január 1-e előtt született, annak a nyugdíjba vonuláshoz a betöltött 62. életév volt a feltétel, az 1953-ban születettek számára pedig már a betöltött 63. életév. 2022. január 1-én az 1957-ben vagy azt követően születettek számára a korhatár 65 évre emelkedik. Fontos viszont tudni, hogy Magyarországon nincs nyugdíjkényszer, így a nyugdíját senki nem köteles igényelni akkor, amikor teljesíti annak feltételeit, tehát nem kötelező a korhatár betöltése után nyugdíjba is vonulni. Közel 50-en vettek részt a december 6-án megrendezett Mikulás futáson Szekszárdon. Az adventi programot a Sportközpont és a Babits Mihály Kulturális Központ közösen szervezte azzal a céllal, hogy sportolásra buzdítsák a városlakókat. Befutókat forró teával várták a szervezők. Szekszárdon is elstartolt a Mikulás futás december 6-án este 6 órakor. Az országos kezdeményezéshez idén is csatlakozott a Tolnai megyeszékhely. A Sportközpont és a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében közel 50-en álltak rajthoz a Béla téren Szent Miklós napján. Az általános iskolákat értesítettük elsősorban, e-mailbe kollégákat kerestük meg, illetve hát a belekerült az adventi műsorba. Reméljük, hogy sokan lesznek, sokan eljönnek és velünk tartanak. Az időjárás kegyes hozzánk. A résztvevők idén a hagyományoktól eltérően új útvonalon futottak. A Szentháromság szobortól indultak, egészen a Flórián utcai körforgalomig, utána pedig vissza a Vörösmarty utcán át a Béla térig. A megmérettetésen nem csak az általános iskolások képviseltették magukat, családok is részt vettek az adventi programban. Ennek a célja egy kicsit, hogy a közösség legyen, az adventi programot színesítjük, és akik szeretnék kicsit mozgással tölteni ezt az estét, akkor annak is legyen lehetősége mozogni. A rövid táv megtétele után a szervezők és a Mikulás forró teával várták a befutókat. A régió híreivel megyünk tovább. Több mint 100 szervezet képviseltette magát, az önkénteseket köszöntötték Baranya megyében. Kulináris élmények Balaton lellén, minden a borokról és az ételekről szólt. Koszorúztak a bányászok, Borbála napi megemlékezést tartottak Pécsen. Társadalmi szolidaritás, segítés az élet minden területén, ez jellemzi az önkéntes szervezeteket. Hangzott el a Baranya megyei önkormányzat dísztermében, ahol köszöntötték és díjazták az érintetteket. Baranya megyében több ezer ilyen szervezet működik, akik a kulturális élet szervezésétől a szociális területen át, az idősellátásig mindenhol segítőkezet nyújtanak. A legjobbak most díjakat vehettek át. Zene és tánc a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. Ez is az ünnepi műsor része volt péntek délután, ahol a megyei önkéntes szervezetek képviselőit köszöntötték. Több éves hagyomány Baranya megyében, a megyei civil központ a család esélyteremtési és önkéntes házzal közösen meghirdeti az év önkéntese díjat. Idén több mint 100 jelölés érkezett megyei önkéntes személyekre, és a legjobbakat, a legtöbb szavazatokat kapott önkénteseket ismerjük most el Baranya megyei önkormányzat dísztermében a mai ünnepi ülésen. Baranyában több ezer önkéntes szervezet van. Sokat fejlődött ebből a szempontból a megye, mondta az országgyűlési képviselő. Az életünket most már átszövi az önkéntesek tevékenysége és az ő társadalmi szerepvállalásuk, és azt hiszem, hogy méltó és illő, hogy minden évben van egy kitüntetett nap,
az önkéntesség világnapja december 5-én, amikor egy kicsikét reflektorfényt is vetítenek az önkéntességet közelebbről koordináló civil közösségi szervezők az önkéntesek munkájára. Összesen 15 díjat osztottak ki az önkéntes szervezeteknek. Minden baranyai járásból és a 4 pécsi városrészből érkezett jelölés a munkájuk alapján. Az önkéntes szervezetek a kultúra területétől, a szociális területen át, az idős ellátásig, az élet minden részén tevékenykednek, bizonyítva, hogy a társadalmi szolidaritás nem veszett ki, hangzott el a köszöntőkben. Hatalmas érdeklődés övezte az idei gasztropikniket Balatonlellén. A rendezvényen a régió legnagyobb éttermei és borászatai mutatkoztak be. A cél a téli Balaton népszerűsítése volt. Készítettünk egy csütörtökös piskótát, ami mellé kis csokoládé, fehér csokoládé muszt, és gesztenye muszt készítettünk. Ezt még leszórjuk egy kis kakaós morzsával, karamellizált tökmaggal, és homoktörös eszpumát adunk mellé, hogy egyensúlyozza a savasságát. A szezonális alapanyagokat felvonultató desszert mellett egy különleges halászlével is készült ez a szigligeti étterem az 5. balatoni adventi gasztropiknikre. Nekünk is ez a mottónk és ez a gondolatiságunk, az egész éves Balaton, az egész éves nyitvatartás, úgyhogy mi nálunk is Szigligeten csütörtöktől vasárnapig télen-nyáron mindig nyitva vagyunk, úgyhogy abszolút egy pozitív fejlődést látunk jelen pillanatban is, illetve ez a rendezvény is mutatja, hogy volna igény a jó minőségre. A különleges kulináris élményt nyújtó ételek mellett természetesen kiváló minőségű dél-balatoni borok is várták a vendégeket Balatonlellén. A legtöbben igyekeztek minél több féle nedűt megkóstolni. Igyekszünk mindent végigkóstolni, szépen megyünk sorban, és várjál, a készletet esetleg a kamerának is megmutatjuk, hogy mi az, ami már elfogyasztásra került, és ezt a sort még folytatnánk estig. A Hújbert pincészet 2 új borral, egy írsai olivérrel és egy rozéval készült, ám nem csak a felnőttekre, a gyerekekre is gondoltak. A mai napon több újdonságunk is van. Az egyik a fűszeres vörös szőlőmustunk, a második pedig a gyerekpezsgőnk, ami a mai napon debütált. Ez 100% muskotáj szőlőnek a mustjából van, teljesen alkoholmentes, és így a gyerekekre is gondoltunk. Jön a szilveszter, karácsony. Balatonlellén idén már 5. alkalommal rendezték meg az adventi vásárral, valamint a Mikulás regattával egybekötött gasztropikniket. Én azt látom, hogy egyre népszerűbb a téli Balaton, egyre inkább nyitottak az emberek ezekre a programokra, és egyre inkább rájönnek arra, amit mi évek óta mondunk, hogy a Balaton télen-nyáron menő, tehát nem csak gyári desztinációként tekintenek a tóra, hanem nagyon szívesen eljönnek egy kirándulásra akár decemberben is. Ennek alapvető feltétele, hogy az elmúlt években egyre több vendéglátóhely döntött úgy, hogy egész éven át nyitva tart. Balatonlellén nem értek véget a programok, a téli vitorlás versenysorozat részeként további gasztronómiai rendezvények várják a déli partra látogatókat, legközelebb szilveszterkor lehet hódolni a kulináris élményeknek. Borbála nap alkalmából koszorúztak a bányász szervezetek szombaton. Szent Borbála a bányászok, a kohászok és a veszélyes tűzzel kapcsolatos munkát végzők védelmezője a hagyomány szerint. Pécsen a helyi bányaiparban dolgozók előtt adóztak. Katonai díszőrség, országgyűlési képviselők, polgármester és a bányászathoz köthető szervezetek képviselői a pécsi Szent Borbála szobornál. December 4-én koszorúkat helyeztek el itt a megjelentek. A koszorúzást már évek óta a Béke Egyesület szervezi. 18 darab koszorúzó jelentkezett be erre az ünnepségre. Mi a Bányászok Érdekvédelmi Kultúrás Egyesülete hosszú évek óta minden évben szervezzük ezt a programot. Ez egy nagyon fontos kiemelt program, hiszen a Szent Borbála az a bányászok, a tűzérek és a tűzoltók, illetve a veszélyes szakmát végzőknek a védőszentje. És ezt az ünnepet mi nagyon fontosnak tartjuk. A Borbála szoborral szemben az aknamélyítőknek külön emléktáblája van. Itt is koszorúkat helyeztek el a megjelentek. Végül nézzük Fők-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Karácsonyi csomagok időseknek. Péntekig kitolták a jelentkezési határidőt Szekszárdon.
13 migránst fogtak, napkollektornak ütközött a rendőrök elől menekülő embercsempész. Motoros Mikulások Pakson örömet szereznek és adományt gyűjtenek. Pályaorientációs nap, a továbbtanulásban segíti diákjait a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. A szerda is erősebb faggyal kezdődhet, többnyire napos, délután enyhe felhősödés ígérkezik. Nyugaton megélénkül a délkeleti szél, csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!